kedves magyar testvéreim és kedves vitnyédiek! Először is egy bejelentéssel szeretném kezdeni, ugyanis helyi bajtársaink megkértek erre. Volt itt nemrégiben egy civil tüntetés, és aztán fölmerültek ilyen-olyan hangok, hogy hol voltak a mi hazánkosok, hol volt a mi hazánk. Nos, mivel az egy civil tüntetés volt, nyilvánvaló, hogy nem akartunk rátelepedni, nem akartunk pártzászlókat vinni, de civilben ott voltak a helyi mi hazánkosok, tehát a mi hazánk ott volt. Mint ahogy most is itt vagyunk, és mindig, mindenhol ott vagyunk, ahol a magyar embereknek erre szüksége van, ezért szerveztük a Nemzeti Ellenállás szervezeteivel ezt a mai tüntetést, ezt a mai demonstrációt is. És szeretném megköszönni a Mi Hazánk Mozgalom nevében a vitnyédiek szemfülességét, bátorságát, ugyanis tőlük tudtuk meg mi is, hogy mi készül itt Vitnyéden, hogy migráns tábort akar építeni a kormány. Akkor, amikor ez az információ eljutott hozzánk, azonnal ide a helyszínre siettünk, és feltártuk, videót készítettünk, és a Mi Hazánk lényegében a pártok közül egyedülként, illetve hát elsőként tárta a nyilvánosság elé, hogy itt a közeli Csermajorban kerítéssel védik a területet, az idegenrendészet védi a területet, hatalmas rendőri készültség van, úgyhogy ez a civileknek elsősorban köszönhető, és utána tudtuk mi is ezt bemutatni a nyilvánosság előtt. Majd aztán később, jó sok nap lemaradással mások is úgy tetszelektek, mintha ők tárták volna fel ezt az egészet, majd aztán, amikor a kormány már magyarázkodásra kényszerült, akkor úgy csináltak, mintha az egésznek vége volna, tehát meg lenne akadályozva a vitnyédi migránstábor. Csak hogy egy Facebook bejegyzés nem állítja meg a migránstábor építését, még kevésbé a migrációt. Ehhez nyomásgyakorlás és harc kell, amire csak a Nemzeti Ellenállás szervezetei képesek, mert a Nemzeti Ellenállás az, ami évtizedek óta mindig kiáll a magyarság érdekei mellett, és abban az esetben, ha tényleg nem lesz migránstábor, az kizárólag a Nemzeti Ellenállás és a vitnyédi civilek akaratának és nyomásgyakorlásának lesz köszönhető, mert abban azt gondolom, hogy itt mindannyian egyetértünk, hogy Magyarország a magyaroké, Magyarország nem menekültábor, nem migránstábor. Mindazonáltal én teljesen biztos vagyok benne, hogy volt és talán még most is létezik terv, hogy itt Vitnyéden migránstábor legyen, vagy akár máshol. Ugyanis jutottak már vissza hozzánk olyan információk is, hogy ha nem itt Vitnyéden, akkor Albert Kázmér pusztán lenne migránstábor. Mondom, ez egyelőre még nem megerősített információ, de nyilván utána fogunk ennek is nézni, és hogyha tényleg igaz a hír, akkor akár meg fogunk ott is jelenni. Ez különösen annak tükrében felháborító, hogy a médiában a kormány részéről mondták, és mondják a mai napig is, hogy ha kell, akkor buszokkal viszik a migránsokat Brüsszelbe. Csak hogy mi folyik a valóságban? Tudjuk ugye itt Vitnyéden mire készültek, vagy készülnek, ezt még nem tudjuk, de nézzük a déli határra. A déli határon jelenleg gyakorlatilag kis túlzással csak az nem jön át, aki nem akar. A Mi Hazánk ezért szeretne évek óta erős, önálló határőrséget, ahol a határőrök tisztességes fizetésért tudnák védeni Magyarország határait, de tovább megyek, fogadják meg végre a Mi Hazánk azon javaslatát is, hogy az Európára törő kontinens foglalók ellen legyen végre a déli határon tűzparancs! Mostantól, mától fogva Vitnyéd egy szimbólum. A kormány kétszínűségének és hazudozásának a szimbólumává vált sajnos. Annak a politikának, hogy ne azt nézzétek, hogy mit mondok, hanem hogy mit teszek. Nézzük meg akkor, hogy mit tesznek. Ahogy Zsolt is az előbb utalt a gazdasági migránsokra, ők már bőven itt vannak az országban. 100, de inkább már 200 ezer harmadik világbéli migráns van Magyarországon, akiket a közmédiában mondjuk vendégmunkásoknak becéznek. Csak hogy a szigorúnak mondott vendégmunkás törvényt nagyon könnyedén kijátsszák. Szándékosan van így megfogalmazva, ugyanis a kormány
a globális kapitalizmus a globális nagytőke szolgálatában áll, ezért a magyar dolgozók megnyomorításával, elszegényítésével és elüldözésével egy harmadik világbéli vendégmunkás alapú társadalmat épít. Vannak olyan jogszabálymódosítások már, hogy a 2 év helyett 5 évig is maradhatnak például az indiai, pakisztáni és egyéb vendégmunkások, és az úgynevezett kiemelt beruházások esetében a család egyesítés sem kizárt, tehát hozhatják a családtagjaikat. Tudjátok-e, hogy ez hova vezet? A 60-as, 70-es években Nyugat-Európában, akár Németországban, Franciaországban ez pont ugyanígy indult el. Emlékezzünk rá, 1969-ben érkezett meg az első török vendégmunkás csoport Németországba. Ha nézzétek meg Berlin Kreuzberg nevű negyedét, 300 ezer török él ott, és egy német sem. Kis Isztambulnak becézik. Tehát, ha megnézzük, hogy akkor mondjuk a francia vagy német kormánypárti politikusok mit mondtak, kísérteties lesz a hasonlóság, a Fidesz politikusai ugyanazt mondják most is, hogy ez tulajdonképpen csak gazdasági, nemzetgazdasági érdek, és majd hazamennek. Hazamentek? Hogy néz ki ma Berlin, Párizs, Marseille vagy München, és hosszasan lehetne sorolni? Egyre inkább szorulnak vissza saját hazájukban a németek, a franciák. De ez ugyanúgy igaz teljes Nyugat-Európára, de azt lehet mondani, sajnos teljes Európára lassan, hogy a fehér ember visszaszorul saját szülőföldjéről, és ezzel a globalista politikával végső soron ugyanebbe a szakadékba lökné Magyarországot a kormány is, de nem csak a kormány. Ismerjük jól például a Gyurcsány Ferenc által vezetett DK-t, akik liberál globalista alapon egyfajta Európai Egyesült Államokat akarnak, ők nyíltan magyar és fehér ellenesek, ők nem akarnak fehér embereket és magyar embereket látni. De például, és erről is beszélni kell, mert nagyon sok embert megtéveszt még a mai napig, hogy így fogalmazzak. Ursula von der Leyen szoknyája mögül a globalista Európai Néppárt frakciójából Magyar Péter és a Tisza párt is migrációt megvalósító, vendégmunkásokra épülő politikát valósítana meg, egész egyszerűen a megrendelőik nem is engednének nekik mást. Ezért egyedül a Nemzeti Ellenállás szervezetei és a Mi Hazánk jelenítenek meg egy valós magyar alternatívát. Mi mindig tesszük a dolgunkat, a magyar nemzet szolgálata a mi vezérlő elvünk, ezért küzdünk mind halálig, és azért dolgozunk tovább egészen addig, amíg a teljes győzelmet el nem érjük, és ebben mindenkire nagy feladat fog hárulni. Mi is megtesszük a magunkét, hogy 2026-ra egy olyan politikai helyzet valósuljon meg, hogy a Mi Hazánk nélkül ne lehessen eldönteni, hogy milyen irányba halad tovább Magyarország, és akkor, hogyha ezt elérjük, akkor meg fogjuk tudni akadályozni a migráció minden formáját, legyen az akár legális vagy illegális, és akkor megakadályozzuk, hogy migráns táborok épüljenek Magyarországon, hazaküldjük az indiai, pakisztán és a hozzájuk hasonló vendégmunkásokat, akiknek semmi keresnivalójuk nincs itt, le a migráns táborokkal, ki a vendégmunkásokkal, mi a magyar dolgozó szorgalmára és becsületére építünk, a magyar dolgozóknak akarunk megbecsülést, vendégmunkások helyett, ebben a szellemben megyünk tovább, fel a győzelemre, köszönöm!